A mezőgazdaság és Start munkaprogram keretein belül termesztett növények betakarítási munkálatai kezdődtek meg Sárospatakon. Az 5,5 hektáros területen már márciusban beindultak a munkák, ahol 14 féle növénykultúrát termelnek. A talaj megmunkálása, majd a növényvédelem után most érett meg a termés a betakarításra. Jelenleg a borsó és az uborka betakarítása zajlik. Az elmúlt héten elkezdtük a borsónak, illetve az uborkának a betakarítását. Nagyon jó minőségbe tudjuk felszedni ezeket a növényeket, és jelenleg a hátunk mögött is zajlik a berakni való uborkának, a konzerv uborkának a begyűjtése, szedése. Hasonló a nagyság, mint az elmúlt éven a Start munkaprogramban, és úgy érzem, hogy hasonló talán a termés mennyiség is. Az időjárás is megnehezítette a munkákat a földeken, de folyamatos öntözéssel pótolni tudták a szükséges vízmennyiséget. Elég száraz nyár volt, nagyon sokáig vártuk, hogy jöjjön a várva várt eső. Ezt kivédve folyamatosan az öntözőgépjárművünkkel öntözzük, illetve tápoldatozzuk a legtöbb területet. A 14 féle növénykultúrát teljesen nem tudjuk lefedni az öntöző hálózatunkkal, de igyekszünk az igényesebb növényeket megóvni, hogy ne legyen termés kiesés az öntözés elmaradása véget. Tavalyi 160 fővel szemben idén 220 főt tudnak foglalkoztatni a Start munkaprogram keretein belül, és közel 300 millió forintot sikerült elnyerni a pályázatban. A polgármester elmondta, hogy ezzel egy olyan lehetőséget nyert a város, amellyel a munkanélküliséget is 10% alá tudták csökkenteni. A munkanélküliséget is sikerült erősen 10% alá, 8% körülire csökkenteni itt Sárospatakon, és ez egy nagyon nagy dolog a jelenlegi gazdasági helyzetben. Közel 220 főnek tudunk tehát munkát biztosítani. Érdekességképpen elmondom, hogy az emberek nagy része örül a munkának, hiszen az itt élők, a sárospatakiak, a patak környékiek mindig arról voltak híresek, hogy szerették a munkát és megbecsülték a munkát. Aros János elmondta azt is, hogy a több mint 260 millió forintos pályázatból nem csak a munkabéreket tudják finanszírozni, hanem jelentős eszközbeszerzésre is sor került, így például az uborka ültetvény támrendszere, illetve a fóliasátor és a kútfúrás is. A Start munkaprogramban megtermelt zöldségfélék az önkormányzati konyhára kerülnek, illetve a maradék zöldségeket a kommunális szervezet értékesíti.